A kijárási tilalom hatására sokan különböző hobbikba, olvasásba, sorozatnézésbe, vagy éppen tanulásba kezdtek. A nyelvek iránti érdeklődés is megnőtt az elmúlt időszakban. Mennyire hatékony az online nyelvtanulás, és nehezebb-e felnőttként elsajátítani egy idegen nyelvet? Aki a kérdésekre válaszol, Papné Deák Eszter, a Debreceni Nyelviskola német nyelvi tanulmányi vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is! Nos, hát mit tapasztalnak, hogy a szabad idejüket mire fordítják az emberek? Sokan kezdtek most nyelvtanulásba, vagy akarják esetleg felfrissíteni az idegen nyelvtudásukat? Úgy érzem, két irányú a tendencia. Az önköltséges nyelvtanfolyamaink viszonylag lecsökkentek, visszaestek, kevesebb számú tanfolyamot tudunk indítani, és a résztvevők száma is csökkent. Ugyanakkor nyelviskolánk bele tudott kapcsolódni a tavasz folyamán a Nyitok Országos Európai Uniós támogatással folyó programba. Ennek eredményeképpen viszont látunk egy ellentendenciát, nagyon sok felnőtt valóban ezt az időszakot nyelv oktatásra próbálja felhasználni. Na, ha már azt mondta, hogy felnőttek, én is ezzel kezdtem ugye a felvezetőmben. Sokan azt mondják, hogy hát én már elég idős vagyok ahhoz, hogy egy új nyelvet megtanuljak. Ugye, hogy ez az aggodalom, ez nem valós, tehát simán meg lehet tanulni felnőtt korban is egy idegen nyelvet. Én úgy gondolom, hogy semmi akadálya nincsen, hogy felnőtt korban akár elkezdjünk egy idegen nyelvet. Nyilván nagyok a különbségek, személyiségjellemzőktől és egyéb tényezőktől függnek, de nekem, és úgy gondolom, kollégáim is megerősítenék a véleményemet, igen, pozitív tapasztalataim vannak a felnőtt nyelvoktatással kapcsolatban. Azt szoktuk mondani, hogy a gyerekeknek olyan az agyuk, mint a szivacs, tényleg nagyon hamar megtanulnak mindent, és igaz ez az idegen nyelvekre is. Egy felnőtt esetében mennyi időről beszélünk, amikor esetleg már társalgási szinten tud egy idegen nyelven beszélni? Úgy érti, hogy mennyi idő kell? Mennyi idő kell ahhoz, igen. Hogy... Nagyon nagyok a különbségek. Azt kell mondjam, nekem volt személyes tapasztalatomban olyan tanítványom, igaz, hogy nyelvtanárról beszélünk, aki még a saját nyelvszakán kívül egy középfokú nyelvvizsgával rendelkezett, aki egy év alatt mondhatni B1, B2, tehát egy alapközéfok szint közé is el tudott jutni. Nyilván van, akinél ez a folyamat sokkal hosszabb. Most egyébként milyen arányban tartanak online, illetve kontaktórákat? Igazság szerint túlsúlyban vannak a kontaktórás képzéseink. Ez annak köszönhető, hogy, mint említettem az interjú elején, lecsökkent az önköltséges tanfolyamaink száma, és a Nyitok programon belül, illetve más állami támogatással induló programokon belül pedig jelenleg nincs lehetőség online oktatásra. Tavasszal volt lehetőségünk erre, a tavaszi tanfolyamaink szinte kizárólag mind online képzésben indultak, egészen augusztus végéig, de most erre nincs lehetőségünk, tehát azt tudom mondani, hogy szinte döntő többséggel kontaktórás képzéseink vannak. És mikor folytatódhatnak az online oktatás? Ez nem rajtunk múlik, igény lenne rá. Elsősorban lakossági képzésnél tudnánk ezt egyéni kis csoportos képzéseknél megvalósítani, de mint mondtam, ezekre olyan határozott igény jelenleg nincsen. Azt mondta, hogy igény lenne rá. Sokaknál viszont úgy tudom, hogy visszatartó erő az, hogy online folyik az oktatás. Ez is megoszlik? Igen, van egyfajta ellenérzés az emberekben, egy kis hárítás. Úgy gondolom, ez addig tart, amíg ki nem próbálják. Aki egyszer megpróbálja, és egy igazán képzett kreatív tanárral sikerül részt vennie egy online tanfolyamon, az úgy gondolom, hogy utána ezt a véleményt megváltoztatja, mert ugyanolyan eredményes tud lenni az online oktatás is véleményem szerint, mint a kontaktórás képzések. Mennyivel másabb egyébként, vagy mik voltak a legnagyobb kihívások, amikkel szembenéztek, amikor online oktatásra álltak át? Azt gondolom, sok tanárnak ez egy sok volt tavasszal, egy mély víz. Talán a nyelvtanároknál nem annyira, hiszen mi azért már én személyesen is, és nagyon sok kollégám hozzá voltunk szokva ehhez a formához. Én gyakorlatilag 7 éve oktatok online. Nyilván azt mondhatnám, azt a jelzőt, hogy más. Egyszerűen ez egy másfajta rendszer, egy másfajta oktatási mód, amihez sokan nem voltak hozzászokva. Szemléletváltást, nyitottságot, rugalmasságot, kreativitást igényel. Igen, mi minden, sok más terület.
azt mondta, hogy nagyon eredményes, akár ugyanolyan eredményes, mint a hagyományos oktatás. Ez a kezdők esetében is igaz, hiszen azért náluk érzékeljük azt, hogy ott még azért szükséges az, hogy szinte tényleg karnyújtásnyira ott legyen az oktató, és esetleg a kiejtésnél is nagyon fontos az, hogy rögtön vissza a csatolást kapjon. Igen, részben egyet tudok érteni ezzel a véleménnyel, talán a kezdőknél valóban szerencsésebb a kontaktórás képzés, de nincs olyan nagy, olyan erős negatív hatása, ami miatt azt mondanám, hogy ne lehessen igazából áthidalni ezeket a nehézségeket. Azt szokták mondani, hogy az első idegen nyelv után a másodikat már sokkal könnyebb elsajátítani. Ez valóban így van? Nagy általánosságban ez így van, bár nem gondolnám, hogy minden nyelv pár esetében egyetértenék ezzel az állítással. Például egy kötöttem nyelv tanú nyelv esetében, mint az én általam oktatott német nyelv is. Szerencsésebb, hogyha először azt tanulom, ami nehezebb, aminek a nyelvtana az elején egy kicsit kötöttebb és nagyobb odafigyelést igényel. Akik először német nyelvet tanulnak, azok valóban például az angolt sokkal rövidebb idő alatt elsajátítják. És általánosságban igaz, hogy aki egyszer átlépte azt a korlátot, hogy megmerjen szólalni, úgy gondolom, az már ezen a lépésen túl van, és egy második nyelv tanulásánál ezzel már nem kell megküzdenie, ezért könnyebben fog menni. Hogyha egy kicsit kitekintünk mondjuk az európai országokra, akkor hogyan látja a magyarok nyelvtudását? Régebben azért elég sokszor hallottuk, hogy sajnos a skála vagy a lista alján vagyunk, még mindig annyira kevesen beszélünk, vagy most már azért sokkal-sokkal jobb a statisztika? Van némi lemaradás, viszont mi nyelvtanárok, oktatók és nyelvvizsgáztató tanárok látunk egy ellentétes tendenciát is. Én azt gondolom, elsősorban a középiskolás korosztálynál nagyon jók a tapasztalatok. Éppen a múlt héten beszéltem angol szakos kolléganőmmel, aki elmondta, hogy egyre több diák már középfokú nyelvvizsgával jut be a középiskolába, illetve tanfolyamainkon is nagyon sok középiskolás van, és egyre több a nyelvvizsgázók száma. Én bízom benne, hogyha ez a tendencia tovább megy, otthonról is kapják a motivációt, a nyelvtanárok is ráerősítenek erre, és ugye a diplomához is szükséges a nyelvvizsga, biztos vagyok benne, hogy elindult egy felzárkózási folyamat, és bízom benne, hogy ez tovább fog folytatódni. Mi múlik ez egyébként ön szerint, hogy 6., 7., 8. osztályban valaki sikeres nyelvvizsgát tegyen, hiszen azért tényleg akkor még nagyon fiatalok. Ez csak a tehetségen múlik? Hát akkoriban még csak junior nyelvvizsgát lehet tenni, 14 év a határ. Nem gondolom, hogy a tehetségen. Ebben a korosztályban nagyon fontosnak tartom egy nagyon jó nyelvtanárnak a közreműködését, aki változatos módszerekkel, kreativitásával, motivációjával megnyitja a diákok érdeklődését, és úgy gondolom, hogy ez egy meghatározó tényező. Mennyivel van nagyobb esélye ön szerint jobb karrier befutni azoknak, akik egy nyelvtudás birtokában vannak? Mindenképpen. Én azt gondolom, ez ma már nem kell bizonyítanunk. Egy-egy jobb állás elnyeréséhez manapság már alap az angol nyelv, és inkább az a kérdés, hogy emellett még valami más nyelvet is beszél-e az illető pályázó. Ez 100%-ig így van. Gondolom egyébként angolul beszélünk a legtöbben, emellett mik még azok a nyelvek, amiket egész nagy számban beszélnek itt Magyarországon? Hát úgy gondolom azért második helyen mindenképp a németet említeném, de van érdeklődés például iskolánkban is, akár francia, akár spanyol, sőt a holland nyelvet szeretném megemlíteni. Nyelviskolánk Magyarországon a legnagyobb szakmai múltra visszatekintő nyelvvizsgaszervező intézmény szervezésében, hol a nyelvvizsgákat is szervez egyébként, évente kétszer, ha jól tudom, talán már egyedül az országban. Mintegy 200 munkahely van évente, ahol hol a nyelvtudás szükséges, és ehhez képest csak körülbelül a fele ennek a létszámnak az, aki ezen a szakon végez. Itt is egy emelkedő tendenciát figyelhetünk meg. Reméljük, marad is a tendencia, és akkor elfelejthetjük azt a rossz emléket, hogy mi magyarok nem is nagyon tudunk nyelvet beszélni. Papné, de elkezdtem, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!